pályázatkiírás történt az ősszel, amire a Caritas egyik legfontosabb munkatársa, Papné Szerencsi Marietta hívta fel a figyelmemet, és javasolta, hogy hát az alapján, hogy ő ismer engem, adjam be a pályázatomat. Hát karitatív tevékenységet végeztem nagycsaládos egyesület vezetőjeként, a Révai Öregdiák Egyesület vezetőjeként. Ezen a területen, illetve a Caritasban önkéntesként dolgoztam több esetben. Talán egyik nagy élmény volt a 2 évvel ezelőtt Budapesten a kattársnapokon való részvétele, ahol a szervezet erejét is meg lehetett tapasztalni. Azt látom, hogy óriási fejlődési lehetőség van ezen a területen. Eddig a Tóth András atya látta el a Caritas vezetést több más, elég sok feladata mellett, és 2 4 órás munkatársa volt. Körülbelül egy fél évvel ezelőtt a egyházmegye vásárolt egy a mi céljainkra alkalmas épületet, ez közel 400 négyzetméter. A problémánk az vele, hogy se villany, se gáz nincs benn, tehát energiával, közművekkel fel kell tölteni, fel kell újítani. Ez majdnem egy teljes értékű felújítás jelent. Eddigi tapasztalat alapján nem probléma önkéntes munkások bevonása. Ezzel a kollega nőim már olyan személyes kapcsolatokra is tettek szert, hogy egy telefonba kerül sokszor, és már jönnek is. Állandó ilyen készenlétben lévők 15-20 fő. Ezen kívül a középiskolásoknál érettségi feltétele, hogy 50-60 óra önkéntes munkát kell végezzenek, így rájuk is számítunk. Ezen kívül szeretnénk az említett már jól működő karitászoknál nappali ellátás intézményt megnyitni, hozzájuk hasonlóan, és a hátrányos helyzetű pszichiátriai kezeltek, mozgássérültek, akik még 4 órás munkára foghatók, emellett a nappali ellátás mellett ilyen munkát biztosítanánk nekik, hiszen az én elsődleges célom nem az, hogy csak adományt gyűjteni és szétosztani, hanem megtanítani őket dolgozni, úgymond hálót adni a kezükbe, és lehet, hogy közülük belátható 1-2 éven belül visszakerülhetnek az elsődleges munkaerőpiacra. Hát a politikai hírek alapján ennek a támogatottsága elvileg megvan, a probléma az, hogy bizonyos pénzforrások megnyitása még nem történt meg. A Máté Evangélium a 25. versében van néhány olyan versszakasz, amit az én gondolatom és hitem szerint biztos, hogy a végső elszámolásnál mindenkitől meg fognak kérdezni. Szó szerint persze nem tudom idézni, de az a lényege is mindenki ráismer, hogy amikor éheztem, ennem adtatok, amikor ruhátlan voltam, felruháztatok, stb. Ezt biztos vagyok, hogy ezt mindenkitől meg fogják kérdezni, és hogyha az embereket nem a mai elanyagiasodott liberális világ gondolata vezérli, hanem időnként a Isten kapcsolatával is foglalkozik a saját lelki világával, ahhoz, hogy egyensúlyba kerüljön, azt a saját tehetsége szerinti segítő szándékot valahogy ki kell fejezze. És mi ehhez szeretnénk segítséget nyújtani,